Nagyon örülök, hogy Egerbe is eljött, hiszen volt már Budapesten, Békés Csabán, innen majd Ózdra kerül, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az emberekkel megismertesse a Bibliának a célját, a szövegét. És a kiállítás is gyakorlatilag erről szól, hogy a régészeti ásatások azok milyen leletekkel támasztják alá a Bibliának az eredetét, illetve hogyan kapcsolódik a zene, a festészet, illetve a költészet a Bibliának. Egy utazó Biblia érkezett ide Egerbe. Ennek egy másolata a világ különböző országait bejárta. A Biblia éve kapcsán 2009 a Biblia éve volt, és a Nemzetközi Egyház útjára indította ezt a Bibliát. Miután bejárt a világ különböző országait, mi is megvettük az egyik másolatát, és most a magyar városokat járja be. Az elmúlt évben a Dunántúl városait járta be. Ebben az évben Szegedtől kezdve a Tisza melléki, Tisza vidéki megyében tulajdonképpen, és most érkezett ide Egerbe, úgy ahogy elhangzott. Bibliákat is hoztunk, különböző bibliákat, amelyeket meg lehet tekinteni, érdekességek, a Baja Béla kódex, amit érdemes megnézni. 20 évvel ezelőtt fejeződött be kódexírás ebben az időben, a mi időnkben Magyarországon, ez egy kuriózum. Meg lehet nézni régi bibliákat, a Vizsói bibliát, különböző fordítású bibliákat. És figyeljék meg, ha vannak történeteink, azokat mindig ugyanúgy szoktuk elmesélni, nem? Megszoktuk, megtanultuk, szinte szóról-szóra. És ha ez egy kollektív helyzetben van, sok szemtanú elmond egy történetet, gondolják el Jézus életének a történeteit. Ott voltak a szemtanúk, az apostolok mind. Elkezdték mondani, kikristályosodik, leszűkül a lényegre, és csodálatosan megmarad a memóriába. És amikor kezdenek a szemtanúk meghalni, akkor feljegyezték. Ezért a Biblia szóval született, és írásba csak a kikristályosodott formája került. Ezért van az, hogy a Biblia olyan, mint egy jó megoldó képlet. Bele lehet helyezni a mi egész életünk. Az első érvem, amiért hihetünk a Biblia szövegébe, azért, mert beválik. Tessék kipróbálni. Mindig azt mondom, tessék kipróbálni. Ezer gondolat, érzés forog bennünk, és hogyha szorgalmasan utána járunk, akkor a Biblia megoldó képlet. Ez a végletes gondolkodás, ez a reális gondolkodásnak a bénító eszköze. És most egy egész történet következik. Én 14 éves koromban voltam először rendőrségire körözött személy. Na nem krimi következik, iskolában laktunk akkor, és elmentünk kirándulni. És mivel láttam egy szép málnást, és a többiek nem vették észre, lemaradtam szépen, és lelegeltem a málnást. És azt gondoltam, ha átmászok a hegyen, ott utolérem őket. Borult idő volt, eltévesztettem a hegyet. Azt mondtam, nem baj, majd akkor a másik hegyen átmászok. Ott sem találtam meg. Szóval rám esteledett, befúrtam magam egy szénakazalba, átaludtam az éjszakát, és a másnap borult idő volt, mentem, amerre gondoltam, hogy Miskolcban. De pekemre arra Eger volt. Átjöttem a Bükkön, ott fáradtam, felnémettem, húztam, már belemet is húztam, elértem az Egri pályaudvarra, és egy két nagy borosordó volt, az egyiknek a végében leültem, elaludtam. Arra ébredtem, hogy ráznak. Felnézek egy rendszerűen, körözött, mi voltam körözött. Aztán hazamint, mert 14 éves voltam, anyától kaptam két nagy pofon, a budalomért és sok mindenért. De nem ezért mondom el ezt a történetet. Utána volt egy bácsi, itt Egerbe Fáj bácsinak hívták, egy nagyon rendes öreg turista. Bükszerelmesen. Fáj bácsitól megtanultam az első turista szabályt. Ez így szól, ha eltévedsz, akkor ne elméleteket gyárts, hanem menj vissza az utolsó ismert pontig, és ott állj újra. Nem ártana, ha mai ember tudná ezt a
turista szabály. Ma elméleteket gyártunk. Így lehetne a világot boldogítani, úgy lehetne a világot boldogítani, addig akarjuk boldogítani a világot, míg megboldogulunk. Az ismert pont, amivel az európai kultúra felépült, amit a tudomány is Qumranról elmondtam, kéziratokról elmondtam, maximálisan igazol, ez a Biblia. Mi nem építünk erre az ismert pontra?